Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom a budapesti LMBTQ felvonuláson történtek miatt, hiszen úgy látjuk, hogy mind a résztvevők, mind a szervezők, sőt a rendőrök részéről is többszörös törvénysértés valósult meg. A feljelentésünk tárgya lesz garázdaság szabálysértése, illetve hivatali visszaélés is. A jogászaink vizsgálják, hogy a személyremsértés megvalósult-e ezen a felvonuláson. Írásbeli kérdéssel fordultam a belügyminiszterhez a tegnapi napon azért, hogy megkérdezzem, hogy mennyibe került a magyar adófizetőknek ez a többszörösen törvénysértő vonulás, amelyen egyébként nyilvánvalóan jelentős forrásokból gazdálkodó szervezetek vonultak fel, illetve az ő szimpatizánsaik, és ezzel lényegében a saját deviáns üzenetüket tudták Budapest utcáin rendőri biztosítással terjeszteni. Ez a Mi Hazánk mozgalom szerint önmagában elegendő lenne arra, hogy betiltsák ezt a felvonulást, és jövőre már ne kerülhessen sor erre Budapest utcáin. Ezzel szemben a rendőrség egyértelmű kettős mércét alkalmazva a Mi Hazánk mozgalom ellentüntetését tiltotta be, azért, mert azt provokatív célúnak nyilvánították. Ha valami valóban provokatív volt, akkor ez a budapesti LMBTQ felvonulás volt az, hiszen, ahogyan a Nemzeti Jogvédő Szolgálat részletes elemzéséből is megismerhettük, bizony több esetben megvalósult a garázdaság. Szólnom kell arról is, hogy a rendezők maguk olyan önkényes módon engedték be több beengedő kapun az oda gyűlteket, amellyel egyértelmű kettős mércét valósítottak meg. A viselkedésüktől függetlenül arc és öltözet alapján választották ki, hogy kik azok, akik bemehetnek erre a rendezvényre, és kik azok, akik nem. Ezzel egyértelműen hátrányosan különböztették meg a normalitáspárti ellentüntetőket, vagy akár járókelőket, semleges érdeklődőket, ha lehet ilyenekről egyáltalán beszélni. És azokat engedték csak be ezeken a beléptető kapukon, akik teljesen nyilvánvalóvá tették, hogy ők valami fajta homoszexuális érdeklődéssel vagy érintettséggel bírnak. Ez szerintünk mindenképpen aggályos. Az különösen aggályos, és a hivatali visszaélés miatt teszünk feljelentést azon rendőrök ellen, akik ezt biztosították, és nemhogy nézték tétlenül ezt a kettős mércés beengedési gyakorlatot, hanem hozzájárultak, sőt segítették a Pride-nak a szervezőit abban, hogy mindez megvalósulhasson. A garázda magatartás megvalósításáról a rendezvényről szóló képes és videós beszámolók alapján is úgy gondolom, hogy teljesen egyértelmű, hogy mindez megtörtént. Itt ki kell emelnem az Informátor című műsornak a videós beszámolóját, illetve előzetes videóját. A beengedési gyakorlattal kapcsolatban pedig hivatkozom a jelenlévő egyébként nemzeti jogvédők tanúbizonyságot téve leírták szintén ezt az elemzésükben, de a Pesti Srácok helyszínen jelenlévő riportere is arról számolt be, hogy csak azokat engedték be, akik egyértelművé tették, hogy valami fajta homoszexuális érintettségük van. Egy emlékeztetnem kell arra, hogy a rendőrség Törökszent Miklóson a Mi Hazánk mozgalom vonulását betiltotta, nem engedélyezte, azért, mert a foglyulejtett közönségnek a doktrínájára hivatkoztak. Ez itt is egyértelműen megvalósult. Többszörös szabálysértés bűncselekményt követtek el álláspontunk szerint a szervezők és a résztvevők, és a budapesti járókelőknek mindezt végig kellett nézni órákon keresztül nagyon hosszú útvonalon, tehát erre hivatkozva szintén be kellett volna tiltani, nem kellett volna engedélyezni a rendőrségnek ezt a felvonulást. Reméljük, hogy ezen tényállások miatt jövőre már nem fog erre sor kerülni, mert mind értékrendi, mind jogi szempontból, a Mi Hazánk mozgalom értékelése szerint nincs helye Budapest utcáin ennek a deviáns felvonulásnak.